Drága arany követőm, csoda, azt hiszed, hogy műtöttem, nem? Nem, Csanyikám, csak a spárba voltam, jól nézek. Jó reggelt kívánok. Képzeld el, hogy itt egy új ízé készül, kicsen, készül a smoothie, mindjárt megmutatom neked, hogy olyan healthy-ben vagyunk, hogy megőrülsz, megvadulsz. Higgyenjük el, április 24, mit gondoltál? Na, Bubesz, mi készül itt? Mutassa csak, mondja csak. Itt egy pineapple. Mango smoothie fog készülni, ez. Aha, az ellenen túl vagyunk. Ez az új, ja, banán, de vettem banántot. Dika cicska banános, igen, jó néz ki. Nézzek az új gép, és ez mit csinál vele, ez kiszívja a leve. Pupos, izé, Philips-es gondolatot. És ez kiszívja a levegőt, ugye? És akkor nem tudom, te mondtad. Ilyen vákumot képez, és ezáltal nem habosodik fel, amit benne turmixol. Ja, ez a szaknyelv, ugye? A szakzsárgon. Mit nem mondjak? Hát egy óriásziba leszünk. Nagyon kíváncsi vagyok, csinálja, tekerje, nyomja. Addig meg figyelj ide, ugye elmondom neked. Tehát, anyukám, jövő hétvégén tudod, mi történik velünk, így Gyöngyöspatán. Ha megindul az anyák napja. De így te komoly le. Jó, de várj. Most szívja ki a levegőt. De így de komoly. Mert halálosan kíváncsi vagyok, hogy mi fog folyni egy Gyöngyöspatán. Így ez szívja ki ugye a levegőt. Itt ezek itt összecsatlakoznak. Hé, bubasz. Na, így várom. Csináltunk ezzel zellerét. Szintén, vagy neked ízle? Megihatatlan is, nem annyira. Hát, oh my god. Bim. Bim, healthy chilla. Gyerünk. Nézd meg, milyen lassan adagolja benne. Takasz, Mutinak. Hí, de és ez magától tudja szerinted? Igen. Nézd már, healthy chilla. Muti. Elkészül, de most megrázó felvételek következnek a tényekből. Kiszállva zuhant. Egy matróz és egy horgász ment utánuk. Nem mondod. A sodródó folyóból. Úristen. A nem mindennapi balesetet egy szemtanú megszítette. Hát nem mindennapi, jó pofa. Most hangzott el az, hogy az meg. Hajjaj! Így borult be a Tiszába kisrendőr. A motorcsónakról estek a folyóba, miután igazoltattak egy horgászt a tiszaadói kompát kerülnél. A történteket látta az egyik matróz is, de kérte arcát. Hát hogy ne én sem mutatna. Igazoltuk két pecást. Kötelet kértek, hogy engedjük le, menni akarnak él. Hát így van. Csak a kötélyhez sodródtak. Hát sodródtak azok rendesen. A kötel ment lefelé. Hát így van. Ekkor történt meg a baj. Borzalmas, te olyan országos tragédia van, hogy nem igaz. Húzta ráncigálta, de a csónakot az egyik rendőr próbálta kiszabadítani. Húzta ráncigálta, de a kötél nem kellett. Nem maradjunk le egy pillanatról sem. Már úgy nézett ki, hogy kiszabadul a fogságból. De a fogság. Mihez képest ez a hülye Titanic? A két rendőrt elsorta a tiszta, az egyik matrózat utána a motorcsónakkal, hogy kimentse őket. A kollega utána ment csónakkal. Hát így van. Szanyika, akarsz a tényeknél dolgozni? Van lehetőség. Bocsánat. Kérdésényfelelés az is segítettek ilyek. Sejthető volt a tragédia. Kitette a tudatot, tette a hűtőt. Őket is és a motorcsónakjukat is épségben kihúzták a folyóból. Istennek hála. Ja, Istenem, drága arany követőim és rajongóim. Szanyika, fő elhelyeztelek, hírszerkesztő vagyol, anyád úristené. Arany, drága követő, rajongó, amit mondtam nekem, várjál, anyukám, iPhone cuccok lökte ide a motyót. Ja, kizeretőd, van ilyen Pupos füleszte, puposztok. De nem is ezt akartam mondani, hanem ugye az, hogy anyák napja lesz jövő hét vasárnap. Képzeld el, hogy egyébként az anyák napját már az ókori görögök is ugye megünnepelték, igazából a tavaszt ünnepelték, az újjászületést és ezzel az anyákat, és az Isten Rián, aztán Rián, vagy hogy hívták a istennőjüket, és az véget, várj, nézzük már meg, és az véget volt ez az ünnepség, de eredetileg egyébként, na honnan jön, kérlek szeretettel Angilali, onnan jön az egész, és hallod, ez bőr? Hallod, ez bőrtok? Csi, de pupos, de... Nézd meg!
iPhone cuccok, nézd. Dika ma BMW. Úgyhogy mondom, kezelheted, hogy a görögöknél ugye Reán ugye az Istennek anyja volt, ő volt mindenek anyja. Szóval már ott megjelenik ugye az anyáknak a megünneplése. Aztán minden országban másképp, aztán tudod, a Angilaliba is megkezdődik az, ez már a keresztény világhoz és kultúrához tartozik. Az Egyesült Államokban 1872 után kezdik ünnepelni, és mindenhol más, másképp, vagy más időpontban tartják. Például nálunk május első vasárnapja, egyébként a húsvéthoz köze van meg a mit, ami hagyjad, ne okul, várjál, ezt is lököm ki, mert ti anyukám, pupos ideálvány! Nézd meg, milyen komoly, de imádom őket, nézd meg a pupos állványt. Ti ezt, ezt a te jóban. Cilla, tu le vaux bien. Comment, attends, comment il faut tourner ici? Tu le vaux bien, az azt jelenti, hogy már megérdemlek. Szóval már kezel, na, már megérdemlek. Szóval minden országban, mondom, Franciaországban a május utolsó vasárnapja az anyák napja, Magyarországon május első vasárnapja az anyák napja. Egyébként Amerikában Julia Ward volt az, aki 1872-ben, aztán Bostonban, pupos Boston, figyelj, anyukám volt Bostonban, az annyira beleszeretett, ez egy ilyen igazi, pupos, jenki város, te előkelő, minden, és ott volt, aztán Philadelphiában egy másik kisnő akarta nemzeti ünnepé nyilvánítani, az nem jött össze. Minden esetre az édesanyákat ünnepeljük mi Magyarországon, jövő hétvégén. Taka, hagyjál már, kimegy a gondolat. Jó nézel ki. Hát miért, de miért szólsz közbe? Bubu megfürdi. Így mossza magát. Hallod? És na, én megmondom, de Anna Marinak küldenem kell anyák napjáról. De a nagy anyák napjá. Úgyhogy anyák napját ünnepeljük, viszont én elkezdem az elejétől, megőrülsz, megvadul. Intéztem. Arcápolás lesz. Mert Anna-Mari, kézeld el, hát ezt nem is mondtam neked. A múltkor küldtem neki, tudod, ezt a koreai motyót. Na, Anna-Mari, úgy, ahogy van, állátszulága, felveszek egy pár ékszert, de milyen jó nézek ki. Beleszeretett ebbe a koreai arcápolásba. Mármint kézeld el, hogy a... Tudod, miben szereted bele? Nem fogod elhinni. A kultúrájába, a metodikájába, hogy az ázsiaiak hogy állnak az arcápoláshoz hozzá. Úgyhogy a múltkor halálpuposan, ugye ott felejtettem nála a két cuccot a hygiene-től, és mondom neki, mama, küld már el nekem. Dehogy küldöm, használom, jó pofa vagy. Az egész a tonik, a lemosó, a pupos, minden. Úgyhogy mondom neki, ne gondolkodtam, hogy most mivel lepjen meg, ez mégiscsak ő. Úgyhogy fogtam magam anyukám, fölhívtam Dórit, halálhelyesnő, és mondtam neki, figyelj ide, lehet küldeni valami csomagot Anna Marinak? Mert ne látszom, már fölöptem mindent anyukám. És mondom, lehet küldeni, mert anyák napjára el akarom neki küldeni, de ugye mivel ő ott Dél-Franciaországban puposkodik, ugye Nogdácu nem tudunk összefutni, érted, állandó jelleggel, érted, mint te, mint a gyors vonat, pif már. Rohanok, anya, rohanok, fölviszek haját? Nem, nálunk ilyen nincs, max telefon, meg mi az? Na, FaceTime. Úgyhogy mondja Dori, tudod mit, Cilla? Most kapaszkodjál meg, Anna Marinak egy pupos csomagot összeállítunk, és össze is állítunk. Díszdobozos. Úgyhogy összeállították, mert hogy ő ebbe a Blessing from Nature, ebbe az egész ázsiai őrületbe hisz, azt mondja, neked ezt látni kell. Így fog kinézni. Szerintem, ha és mivel Anna-Mari ebbe hisz, érted, ezekbe a termékekbe, na, én be is rendeltem. Na, elmondom a sztorit, berendeltem, csak a Dori mondta nekem, mert mondom neki, de én most fogalmam sincs, és ne is idegesítsen engem azzal, hogy jó, és miért szeretné édesanyának, milyen a bőre, a de, azt mit tegyünk? Mondom, ne csináljál engemet ki idegibe, Dorikám, rakjál össze nekem egy csomagot. Erre főhív, most úgy beszélek, mint a nagyanyám. Képzeld el, apukám, lerakom a telefont, megcsörren a telefon. Dóri főhív engemet, telefon, és azt mondja, pupos csomagot anyák napjára összelöktünk neked. Neked is, bárkinek is, rálöktük a százalékot, ez most nem Cilla, nincs reklám, ez most jó reklám. De hogy pupos csomagot összelöktek, ja, gondoltam, azt is majd elmondom, hogy gondolom már itt jön ki neked, itt be, meg itt ki, hogy már megint a reklám. Jó, majd erre is mondok valamit. Na, úgyhogy a pupos csomagban nézd meg, van egy lemosója lesz, az nagyon jó, mint a fejpánt nincs, tudod mi van a fejpánt helyett? Egy ilyen arctisztító kafá, ezt kibontom neked.
Csak nem akarom nagyon bontogatni, mert ez megy Anna Marinak, nem az én intéztem, érted? Hogy utána meg itt nézd meg, milyen halálőkkelő. Csak Anna Mari, nem akarom, mert ez az övé, úgyhogy behasználhassa. És akkor természetesen ugye a klasszik rém, ennek olyan illata van. Úgyhogy kézzel, de, na elmondom, hogy anyukádnak, hogy el tudjad mondani, de mindjárt befogom neked, Duda. A két fájpot, hát felhúzza, klasszik reklámdóma, de most ezt nem azért mondom. Először is van egy egy ilyen toner. Ezt elmutatom, ja, és minden üvegbe van. Én azt annyira imádom, tudom, kicsit tudom ezt a sok műanyagos cuccot, de ez üveg, érted? Ez is hallod, hogy kopog? És akkor ezután, amikor azt föllököd, akkor lököd föl a szérumot. Vannak egy csomó maszk, látod? Ez is. Egy kis pumpás, én imádom. Nem tudom, hogy így érezni fog. Érzed? Ilyen, kicsit ilyen árgyűm, citromos. Tehát mondom, Anna Mari beleszeretett. Minden izé. Mindjárt föllököm, mert egyébként egy 15%, több mint 15% kedvezményt az anyák napjára adtak, hogy édesanyádat meg tudjad lepni. Ha úgy gondolod, ugye ez rád van bízva anyukám, ha jó gyereke vagy, akkor azért jó gondolsz anyukádra, érted? Hogyha egy izé rendes kölök vagy. Meg hát a jó nevetek, érted? Akkor azért csak tudod. Szóval ez, várjál, lököm vissza anyukám, mert nekem ezt holnap, nem, meg ma erről annak posztára kell adnom. Szóval ez egy nagyon szép anyák napi kis izé csomag. Figyelj ide! Most azt akartam mondani, hát csak még vissza kell rendesen pakolni. Jó szétpakoltattál. Ja, meg hát van benne a krém. Hát most jó szétpakoltattál. Óvatosan nyitom ki. De már ha csak lebukom, te használtál belőle? Tudod milyen Anna Mari. Jaj, de imádom. Figyelj, és itt van a pupolsz krém. Ebbe se nyúljál bele kézzel, nézzek. Nézzek, ilyen jól néz ki. Úgyhogy ezt lököm oda. Úgyhogy mit akartam még neked mondani? Ja, igen. Szóval, hogy már biztos ki vagy te is attól, én is ki lennék a helyedbe, állapodjunk meg abba, hogy állandóan valamit, nem csak én, többi celeb testvéranyám is, és testvér mindig ajánl valamit, ezt használd, egyet tudjál, én olyanokat akarok neked mindig megmutatni, nem ajánl, nem használ, nem veszed, tehát nem akarsz, hogy az édesanyádnak egy szép csomagot, akkor veszél magadra, de olyat ajánlok, ami nagyon jó. Mindig olyat akarok neked ajánlani, amit én kipróbáltam, ami nekem bejött, és működik, és szerettem. Várjál, most lököm vissza. Érted? Mert hogy, figyelj, nem kell minden megvenni. Érted? Ez például, de ha gondolsz édesanyádra, és jó kölyök vagy anyukám, akkor mondjuk azt mondod, hogy igen, is áldozom édesanyámra, kizék, kötök minden, akármi legyen is, nézzek, most jót, így fog kinézni. Ja, várjál már, és ez jön ide. Így adja. Remélem így viszi a posta. Szóval nem kell, tudom, hogy eleged van, hogy már 600 féle reklámot kell látnod, mindenfélét, de én azokban, amiket kipróbálok, azokban hiszek, érted? Mert jól működnek. Hát ugye a Marcina, mert megörült a gőzölőjére. Hát, hogy nyomta visszafelé anyukám? Mint a kozmetikában, amikor gőzbe vagy. Úgyhogy a hygiene-t azt nyugodtan vigyed. Ne legyél ki a reklámoktól, informálódjál, azért kapod őket, hogy kapjál minél. Takam, mert megyek anyukám kezelésre. Szanyika, keljél már fel, nem lehet ezt csinálni. Nézd oda. És már egyik követőnő rám jött, hogy öltözé Márcira, hogy nézek. Hát ez anyukám, mint a klosszál, komcsívő. Szanyika, nem akarol fölkelni? Ha? Szombat van, megyek izére a szivattyú Zsuzihoz. Ne izéld már az arcodat. Jézus a szapkám. Legyen szép napotok, és anyák napja jövő hét vasárnap. Nem most vasárnap, jövő hét vasárnap. Készüljél rá. Love you! Kedves polgártársaim, magyarok, magyar emberek, magyar szívek! A mai nappal megnyitom a teraszokat. A jövő héten a minden magyar állampolgár, akit majd én megmondok, hogy ki a magyar állampolgár, 4 millióan be leszünk oltva. További nyitásokat rendelek el. Jó? Cilla nyit! Tudjál róla, magyar ember, magyar polgár. Taka! Úgyhogy, nyitom a teraszt, vírusnak taka, fertőzöttségnek taka, autóversenyt megindítottam, EU-ba. Mindenkit lenyomunk az EU-ba, autóversenybe. Minden autóversenyt csinálok neked, anyád úristen itt, jó? Úgyhogy polgárok, diszpolgárok, kispolgárok, nagypolgárok, ide figyeljetek. Indítom a hetet, indítom a jövő héten nyitok,
Focira várlak titeket. Lőjed a gót, anyád úristen. Zsuzám, itt vagyok már szivattyú Zsuzával. Annyit mond már, hány báron van a géped? Hány bárral szivattyúzol, Zsuzám? Itt van, most nem, itt van a gép, már a gugyám már arany követi a rajoga. Ott megy be. Ott megy be, itt teszi be, ott, itt, ott megy, ott, ott a Zsuzsa ott csinál. Zsuzám, hány báron szivattyúzol ma? Figyelj már ide, követ, azt mondja az Zsuzsa, hogyha ezt a tornával csinálom, már pedig azzal csinálom, akkor bőrfeszesít, ugye? Tehát, igen. Hogy amikor nagyon kifogysz a gúnyából. Segít utolérni magad igazából. És akkor ezért is ilyenkor a szivattyú Zsuzsa nem tudom hány bárral, ugye? Taposom az összes. Nyomásszal. Csak nehogy keszombetegségem legyen a végére, Zsuzsám.